Köszöntöm nézőinket, önök kulturális magazinunkat látják, Kotni Gábor vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Az opera nagykövete a zenei nevelés fontosságát hangsúlyozta. Számos néphagyomány kapcsolódik a karácsonyhoz. Koncertet adott a Gaillard Kamara Kórus. Egy katolikus általános iskola igazgatója 30 éven át volt az Operaház kladinétművésze. Kéfer György az Operaház nagyköveteként a napokban tartott előadást Szekszárdon. Azt mondja, ahhoz, hogy a gyerekek nyitottabbá váljanak a míves zenei irodalom irányába, összefogásra van szükség a családok és az iskolák között. Nem volt olyan rég, alig 20-30 évvel ezelőtt, amikor hétvégente az Opera és az Erkel Színház előtt buszok álltak sorba, és hozták a látogatókat. Sokan gyerekkorban már találkoztak ezzel az élménnyel, amit ez a műfaj jelent, és találkoztak egy olyan épülettel is, amely egyedülálló a maga nemében. Az élmény egészen biztosan nyomot hagyott bennük, még akkor is, ha nem lettek később operabarátok. De ez már a múlt, és nekünk az a dolgunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a gyerekekben, mondja Kéfer György. Ez még jó idő. A középiskolák az már egy kicsit nehezebb. A szépre, meg a mesére minden gyerek fogékony. Azért hozunk hangszereket, mi zenészek, de van balettos nagykövet, az viszi az ő balettcipőjét, meg balettruháját, és videókat, felvételeket, ahol ezeket megmutatjuk a gyerekek, az főleg az általános iskolában, azért még a mesére fogékonyak. Hiába hallanak sok mindent, kint az utcán, meg esetleg otthon, de hogyha itt esztétikus, szép dolgokat, ami még érdekes is, tehát nem arról van szó, hogy kiállok és 45 percet beszélek a Wagner operákról, hanem olyan operáról kell beszélni, olyan történetekről, a hangszereknek a fejlődéséről, amit ők tudnak valamihez, akár meséhez kötni. Onnantól kezdve, hogy az első hangot az ősember a két kő összeverésével állította elő, egészen odáig, hogy megnézzük, hogy a 200 évvel ezelőtti opera épületben miért álltak az emberek a földszinten, mert akkor ennek még nem volt olyan jelentősége, akkor az volt a lényeg, hogy bemenjenek. Hát sajnos megint ott kezdünk lenni, hogy az a lényeg, hogy bemenjenek, hogy bejöjjenek. A zenei nevelés, ha szélsőségesen fogalmazzuk, akkor a magzati korban kezdődik, de az biztos, hogy az a gyerek, aki úgy nő föl, hogy zenét hallgat és jó zenét, egészen biztosan fogékonyabb lesz nagykorában és nyitottabb a muzsika iránt, mint az a társa, akinek ez kimarad az életéből, vagy csak korlátozott formában jelentkezik, mondja. És az iskolákba kerülve a gyerekek zenei nevelése megszakad. Egyrészt azért, mert mások a fontos dolgok az iskolai oktatásban, mások a hangsúlyok, és hát azok a szülők, akiknek most a kisgyerekeik járnak ezekbe az intézményekbe, hát azok a szülőknek az életéből is már kimaradt, mert ahogy kezdtem, 30 évvel ezelőtt jöttek a buszok az operaházba, most pedig a szülők már ebben nem biztos, hogy részt vettek. Tehát mindenféleképpen arra lenne szükség, vagy az lenne a jó, hogyha például ez a két énekóra, mert ilyen is van, hogy két énekóra, de ez a két énekóra, ez nem azzal telne, hogy esetleg a tanítónéni akkor bepótolja azt, amit nem akarok senkit bántani, de bepótolja azt, amit nem tanultak meg nyelvtanból vagy matematikából. Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nem én vagyok az illetékes, hogy ezt megoldjam, de én azt tudom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor se volt kevesebb óra, és ettől nem lett semmi bajunk. De manapság ugye ez halljuk mindenhol, hogy túl vannak terhelve a gyerekek. Kell sportolni, de a gyerekek azért kéne sportoljanak, hogy mert jó kedvük van is az egészséges. De amikor nincs lehetőség arra, hogy öttes nevelésről legyen, akkor több művészettel foglalkozó órát is lehetne tartani. A mai kor, sajnos ugye nézzük a... Nem akarok én most címeket meg egyebeket mondani, de ma divatos filmek... Amiket már nem moziba, hanem mindenféle eszközeiken néznek, ami eleve káros a személyiségükre, a fizikailag is, meg szellemileg is. És az, hogyha ő zenét hallgatna, ha a szülei leülnének vele este, amikor hazamennek, mert a gyerekkel a szülő csak este találkozik, az egész nap bent van az oktatási intézményben,
ha leülne vele este vagy hétvégén, és akkor mesélne, akkor venni a fáradtságot, hogy elmegy énekelni, elmegy meghallgatni, vagy megnézni egy diótörőt. Most jön a karácsonyi időszak, és nem csak az operában, hanem mindenfelé lehet ilyet látni. Vagy bekapcsolhatja akár a tévét is, mert ott is meg lehet találni. Na most a világlátás az ettől fejlődik, mert ezek olyan örök élményű művészeti alkotások, és egyáltalán a zene, mint ahogy az előbb szó volt róla, hogy az ősember alkotta az első hangot. Ez az emberiség életét teljesen áthatja, és enélkül nem megy, mert hogyha elsiratunk valakit, akkor is siratjuk, tehát éneklünk. Hogyha lakodalomban megyünk, akkor is most lehet vitatkozni, hogy milyen zenét, de akkor is zenélünk. És az életet ez mindig behatotta. Na most, hogyha ez kimarad, és ez nincs kivel gyakorolni és megtapasztalni, akkor ez a világlátás szerintem. Kár szépíteni, veszélyben van az opera. És nincs más lehetőség, csak az, hogy menjünk és ismertessük meg ennek szépségeit a gyerekekkel. Ez, mondja Kéfer György, egy küldetés. Eleve egy nagy kérdés, hogy a klasszikus, jelmezes, díszletes operajátszás, vagy a modern, kivetítjük, a mai korra átültetjük a történetet. Nekem a személyes véleményem az, hogy az opera attól is veszélybe fog kerülni, hogyha nem a zeneszerző által megírt helyben, környezetben és módon adjuk elő az operákat, de ez az a veszélyben van. De ezt azért csináljuk többek között nagy részt, hogy ne kerüljön veszélybe, és például az operában is már tartanak gyerekeknek, kicsiknek hangszerismertető foglalkozást, olyat, mint amiről beszéltem, ezeket a ringató foglalkozásokat, és olyan ifjúsági, nem is gyerek előadásokat, amikre be lehet jönni. Az egy nagy baj, hogy a vidéki operajátszás egy kicsit megszűnt. Tehát most egy óvodás vagy egy alsó tagozatos társaságot, Szekszárd még nincs olyan messze, ennél távolabbi helyek is vannak. Elvinni Budapestre, az csak növeli ezt a veszélyt. Arra van szükség, és én nem vagyok azért, erről nem mondok le, nem vagyok pessimista. Veszélybe van, de meg lehet menteni, még nem a szakadékban van. A december 24-i éjféli mise volt a vízválasztó a régi korokban. Előtte az adventi időszakban tilos volt a mulatozás, és a böjtöt is megtartották. Karácsonykor viszont a termékenységet jelentő ételeket kaptak helyet az ünnepi asztalon, és számos olyan babona és néphagyomány övezi a szeretet ünnepét, ami a következő évi jó termést és bőséget hozta magával. Ezekről hallhatunk a következőkben. A december az évkezdésnek az időszaka volt az ókorban, hiszen e hónap 21-től a téli napforduló után egyre hosszabbak lettek a nappalok. A sötétség legyőzését már akkor is sok helyen ünnepelték. Az életnek a megünneplése, az új évnek a megünneplése, ennek a szerepe ugyancsak benne volt az antik hagyományokban. Ezen a napon a római világban szintén egymásnak ajándékokat adtak, nagy vigasságokat tartottak, különböző dióval való játékokat játszottak. Tehát nem véletlenül, hogy mindezek a jelképek a későbbiekben, a karácsonynál, már a kereszténységben ugyanúgy megjelentek. Szerencsés választás volt december 25-e, Krisztus születése, tulajdonképpen mindazokat az attribútumokat, ami az élet újjászületését, a remény, elhozza, és ami ebben az egész adventi időszakban, a várakozásban megjelenik, Krisztus születésében csúcsosodik és összpontosul, ez tulajdonképpen hordozza azokat az archaikus elemeket is, amelyek több száz évvel azelőttről gyűrűztek föl, akár napjainkig is. Az adventi időszakban nagyon fontos néphagyományok jelentek meg. Az egyik ilyen volt, amely az egyházi liturgiával függött össze, ez maga a böjt. Tulajdonképpen a 11-12. Századtól kezdődően tudjuk azt, hogy az advent 4 hetében egy nagyon szigorú böjtöt tartottak az emberek, tehát a szerdai, a pénteki napon hústól és tejtermékektől is távol tartották magukat, ugyanez vonatkozott a szombati napra is. Ez a szigorú böjt, ez inkább a 19. Században változott, szombati napokra már csak hústalan napokat rendeltek. A böjt mellett, ami nagy
végig jellemezte a középkort, illetve az újkori embereknek az életét, az az úgynevezett róráté misék, vagy aranyos miséknek is nevezik őket. Az aranyos mise, az mindig reggel hajnali 6-kor tartották ezeket a szent miséket, és nagyon szép, nagyon érdekes leírásokat, beszámolókat lehet arról olvasni, hogy a nap felkeltekor, innen jön ez ugye az aranyos mise, magának a hóban lépkedő embereknek a hangulatát, az érzését, a havon az első napsugaraknak a megcsillanó fénye, tehát egy olyan különös értéket és élményt adott ehhez a karácsonyi hangulathoz, amely mind-mind hozzásegített ennek a Jézus várásának a megéléséhez. Az advent egy bűnbánati időszak is volt, de több olyan hagyomány is kialakult, ami a mai napra már teljesen evidenciálissá vált az ünnep kapcsán, a jelentését viszont már aligha tudjuk. Nem lehetett lakodalmakat tartani, nagy mulatságokat sem tarthattak. Ennek az időszaknak ezt a csöndjét tulajdonképpen csak a disznóvágásoknak, mint a zajos mulatsága törte meg. Tehát a disznóvágási időszakról van szó, ami majd, és ennek az egész böjtnek a feloldása december 24-e után, tehát Ádám Éva napja után kap szabad utat, az éjféli mise után lehetett a böjti ételekből egy gazdagabb, zsírosabb, húsosabb ételekre áttérni. Innen jön egyébként december 24-ének a neve is, ugye a bőved estéje. A délutáni nap, a december 24-én a délutáni napnak a folyamán általában még böjtételt fogyasztottak az emberek, diót, almát, mákos tésztát, akár itt is a lencsének szerepe volt, tehát tejtermékeket, mákos gubát például, tejtermékeket, disznóságokat így mondom, nem fogyasztottak. Általában az éjféli mise volt egy olyan vízválasztó és egy olyan mágikus, akár mágikus választó időpont, amitől kezdődően ennek a böjtnek vége volt, és innentől kezdve átvette a szerepét a karácsonyi asztalnak a bősége. Ez összefüggött a karácsonyi időszak termékenységi jóslásával. A karácsonyi asztalon a megrakott étkeknek azt lehet mondani, hogy mind külön önálló jelentése volt, és mind mágikus erővel bírt. A karácsonyi abrosz is egy nagyon különleges abrosz volt, azt az év más napján nem tették föl. Pont az volt a lényege, hogy minden, ami maradék karácsony harmadnapján, ha leszették, vagy vízkeresztkor, a benne lévő morsákat, mindenféle maradékot elraktak, az állatoknak adták oda, a szántóföldre a búzával együtt elvetették ezeket a maradékokat, a kutyáknak adták oda a karácsonyi asztalról megmaradt sonkacsontokat, tehát ennek mind-mind az volt az értelme, hogy a családnak a jövő évi terménybőségét, állatbőségét és egészségét tudják vele biztosítani. Szintén a karácsonyi asztalon megjelenő dió, vagy az alma, amely amúgy is egy különleges varázslásokhoz alkalmazott eszköz volt. A lányok az almáról mosakodtak a karácsonyi időszakba, hogy nagyon szépek legyenek. A karácsonyi diót törte föl a család, ebből próbáltak jósolni, hogy aki férges diót kapott, azok a jövő évben valami betegség fogja érni. A család szétosztotta az almát maga között, ez is egy ilyen rituálé volt, hogy a családnak az összetartozását és az egységét ezzel szimbolizálta és biztosítani tudja. Ugyancsak a karácsonyi asztalon megjelenő kezdetben, a böjti ételeknél még 24-ig a sokasságot, a szaporodást megjelenítő ételek, tehát ez nem csak szilveszterkor volt ennek jelentősége, itt karácsonyi étkezésnél is, mint a mák, mint a lencse, a borsó, ugyancsak a halnak a pikkelyei, tehát nem véletlenül kerül be a hal a karácsonyi böjti ételek közé. A hal pikkelye az, mint a hal pénz, az megint csak a gazdagságot jelképezte. És 24-én előkerülhettek a gazdag ételek, tehát a hurka, a kolbász, a töltött káposzta, a kocsonyák, a húslevesek, illetve a gazdag diós, mákos beigli, a kuglófok. Tehát változik, egy vízválasztó volt végülis 24-ének az estéje, a megváltó megszületése után, 25-től kezdődően ez a bőséges asztal jellemezte ezt a karácsonyi asztalt. Szintén érdekesség, hogy mezőgazdasági és háztartási eszköz
eszközöket visznek be a karácsonyi asztal alá, mellé, tehát bevitték a lakásba. Volt olyan, ahol egy jármot bevittek, ekevasat bevittek, szénát, szalmát szúrtak be a karácsonyi asztal alá, és ennek mind az volt az értelme, hogy az állatokkal etették meg ezt a szénát, a szalmát a tyúkok alá rakták, hogy ugyancsak az állatok egészségét és termékenységét segítsék vele elő, és természetesen a mezőgazdasági eszközök pedig a mezőgazdaságnak a hasznosságát és bőségét tudták vele elősegíteni. A karácsonyhoz számos dramatikus szokás is tartozott. Ilyen volt például a betlehemezés, a pásztorjáték vagy a paradicsomjáték, de a székelyeknél a csobánulást vagy a regülést is ilyenkor végezték a településeken. De ezekről talán majd egy másik alkalommal mesélünk. A Gajarna kamarakórus immár 22 esztendeje alakult, de a Covid-járvány megakadályozta, hogy a kerek évfordulót megünnepelhessék. A Szabó Szabolcs irányította énekegyüttes karácsonyi műsorral ünnepelte a jubileumát, melyre számos eddig még nem énekelt darabbal és egy kifejezetten erre az estre írt művel is készültek. Több olyan szerzemény is elhangzott a Szekszárdi Művészetek Házában zajlott ünnepi koncerten, mely újdonság volt a Gajarna kórus koncertjeire általában ellátogatók számára is. Mindemellett Szabó Szabolcs karnagy olyan programot állított össze az alkalomra, mely méltó volt a közelgő karácsonyi ünnephez, na meg a működés jubileumához is. A jubiláló együttest Jurkovics János alpolgármester köszöntötte. Számtalan lehetősége és módja van a felkészülésnek, de az bizonyos, hogy az ének, a zene közös élménye a legmeghittebb alkalmak közé tartozik. A legihlettebb pillanatokban az arra fogékony lélek megérezheti azt, amit a Filippiekbelikhez írt levélben olvashattunk, az Úr közel. Mi Szekszárdon különös szerencsével előszeltetünk, hiszen a város számos kórusa közt az egyik legfiatalabb, hiszen alig 22 évre tekint vissza, ilyen kortájt mindig vendégségbe hívja hallgatóságát. Szeretett vendégség ez, melyben a lelkünket kínálja a helyen, hogy a mindennapok szürkeségén, sokszor értelmetlen lótás futásán felül emelkedve, emberi élménnyel, emberi dallammal megtelve, gazdagodva térhessen haza. Az évforduló alkalmával a Szekszárd városért a művészet erejével emlékplakettet adományozott a város Kajsza Bélának, a kórus elnökének és Tamási János kórus tagnak. Igazából a járvány miatt szinte el is felejtődik az, hogy nekünk tényleg jubileumunk van. Nem más, mert itt mindig nagyon jó szerepelni és mindig jó énekelni. Legfontosabb talán az, hogy az ember úgy tudja néhány mondattal tálalni a hallgatóságnak, a közönségnek azt, amit előad majd, hogy valóban az évekhez, lelkekhez találjon az a néhány mondat. Ez az izgalomnak a legfontosabb tárgya, és hát persze a műveket is végig kell csinálni tisztességesen. És most vezényelek, nem tudom, már nagyon évek óta nem vezényeltem zenekart, most azt is kell. Nincsenek kiugró események az énekkar életében, mondja Szabó Szabolcs. Minden megmutatkozás, minden jelenlét egyformán fontos, egyforma odafigyelést igényel karnagytól és énekestől egyaránt. Úgy érzem, hogy magam miatt is, hogy magam miatt se kelljen szégyenkeznem, de minden kórus tag előtt úgy gondolom, mindig meg kell felelnem. Bárhol vagyok, tehát bármilyen művet adunk elő, ezt mindig csinálni kell. Ameddig az ember a 75. életévében még engedheti.
hogy mi a titok a Gályárda sikerében és egységében? Nem tudom, hogy titok-e ez, de rendkívül lelkesek, szorgalmasak, kiki hullafáradtan érkedik minden estére a saját munkahelyéről, és aztán egyszer csak valahogy elkezdünk belelendülni, és akkor ők maguk mondták nem egyszer, hogy a próba végén szinte pihenten távoznak. Ez, ha csoda, akkor, vagy titok, akkor legyen az, de én azt hiszem, hogy nagyon komoly munka az, ami ezt meg kell, hogy előzze. Én azt hiszem, hogy néha úgy megyek haza, hogy na, ma a maximum volt, ennél többet nem lehet kihozni belőlük, aztán jön egy nagyon nehéz mű, ma is lesz ilyen, és csodája, ők is megtanulják és előadják, és néha profi kórusokat megszégyenítő módon. Annak ellenére, hogy az énekesek életkorában jelentős eltérés van, ez nem hátránya az együttesnek, inkább erőssége, mondja Szabó Szabolcs. De hogy ez a varázs mitől alakul ki, ezt sok éves tapasztalatom ellenére sem tudom megmondani, tette hozzá a Karnagy. Az este egy különleges darabbal is készült az együttes, mely kifejezetten erre az alkalomra íródott. A dolog úgy kezdődött, hogy eredetileg egy szintetizátor, aki ismer a városban, azt tudja, hogy a szintetizátorok őrültje vagyok, és egy eredetileg a Spirits of Mind című albumomnak a nyitó darabja volt, a Like a Dream című darab, ami egy az egyben ez a dallam volt. És többen kérdezték, hogy ez olyan szép, ez olyan áhítatos ez a dallam, ez a Like a Dream című dallam, hogy miért nem írod meg, szinte karácsonyi hangulata van, miért nem írod meg ezt karácsonyi zenének, karácsonyi kórusműnek. És akkor így alakult ki az, hogy megírtam négy szólamú vegyes karra a darabot. Volt ennek egy talán ősbemutatója, de nagyon kamara körülmények között a zeneiskola nagy termében, és ott kényszerűségből gondoltam, hogy megerősítjük a, hát nagyon profi zenetanárok kórus, de kis létszámú kórust, megerősítjük egy vonós négyessel. És akkor ez eredetileg Bach és Mozartnak a megoldása oratóriumokra, hogy megkettőzik a kórust vonós zenekarral. És hát akkor így adta magát a dolog, hogy kórus és a vonós zenekar kettőzésével van megkomponálva a mű. Önök kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!